Na, sziasztok, újra itt lennék egy újabb videóban, és ma ládanyítást fogunk csinálni. Szerintem a cím az lesz, hogy óriási ládanyítás. Roborambl után, mert most Roborambl volt. És hát, ládát fogok nyitni. És a három karakteremen fogok ládát nyitni. A legnagyobbon, ezen a 9000 kupáson, a kisebben, közepes karakteremen, ezen, a 3600 kupáson és a Supercell karakteremen, a legkisebben is. Na, tehát szerintem kezdjük el, itt a legnagyobb karakteremen. Piper PowerPoint-ba reménykedem. Aha, 6-ot kaptam, köszönöm. Akkor a csillanások vannak amúgy, egy ticket. 8 darab Mortis. 10 frank. 2 PowerPoint-okba, Piper. Token double earth. Na az jó. Az nagyon is jó. 8 gem. Idáig aztán 13 gemet nyitottunk. 13 vagy 16, nem tudom. 3 gemeset nyitottam-e? Aha, 8 Piper, hát 16-ot, opa, 16-ot már biztos nyitottunk, Piper 18. Azért még 20 valahány gemen volt, most meg már 40, hát tök jó, nem? Annyira jó. Egyébként. Nagyon sok PowerPoint-ot nyitok idáig Piperre. Na, ez az, fejleszteni tudom, 2 ticket. Most a... Abból a 41 gemből szeretnék megvenni majd megaboxot, de ugye le lesz akciózva a 60 gemes. Na, tehát a tegnapi videóban mondtam, hogy nem fogjuk megvenni a Pink Pipert, hanem a... Hú, mikor jön be az új szezon? Egy nap is 21 óra, tehát holnap. Ne, basszus, az hétfő jön be, és akkor majd megpróbálom összeszedni a 1500 starpointot, és akkor megvenni azt a megaboxot. Na, nyissuk ki a Big Boxot is. Piperre szeretnék PowerPointot. Nem jött össze, egy ticket, 8 gem. És meg tudnék venni, hogyha le lenne árazva, egy 49 gemes megaboxot. Azt a leárazást, te 1400 token double, lehet, hogy ezt most megveszem. 1400 token double. Ilyen kevésért. Ezt biztos megveszem. Már bocsánat, de ezt most biztos, hogy megveszem. 1400 token double, ilyen kevésért, és 1600-on van. Na jó. Akkor vettünk egy kis token double-t, egy kis token double-t, úgyhogy akkor menjünk át a kis karakteremre. Na, itt is lennénk a kis karakteremem. És... itt is 18 darab Roboxot fogok kinyitni, és egy Big Boxot. Itt örülnék az egy karakternek. Akkor a csillanás van, de nincs semmi karakter. Figyeljétek ezt a nagy csillanást. Van? Semmi. Egy óráig csillog, aztán meg semmi. Akkor picit így nyitok mondjuk 10 ládáig. 3 gem. Semmi, nem? Most, hogy úgy találtam ki a taktikát, hogy leesik a láda, és akkor egyből nyitom. 2 ticket. Ne. Pedig akkor elkott csillan, hogy ez nem igaz. Olyan nagyobbakat csinál, hogyha egy ilyet csinál, úgyhogy akkor úgy csináljuk. Itt variálok én itt fél napig. Még egy ticket, hogy már 7 ticketet nyitottam. Nagyon OP. 3 gem. 3 ticket. Mert 10 ticketet nyitottam, random.
két tiket, 12 tiketnél járunk. Mit tudok fejleszteni? Ja, Kárl is meglett, jó. Mondom, tehát itt már csak az a gond, hogy ilyen epikek hiányoznak, meg mindenféle ilyen epik, mitik, lega. Úgyhogy akkor ezt a big boxot kinyitom. Sok a gold. Két tiket. 14 tiketet nyitottam. És hát most a legkisebb karakteremre fogunk áttérni, de úgy, most a facecamből fog látszódni a kis karakterem, és úgy fogom csinálni, úgyhogy mindjárt jövök. Na, itt is lennék a legkisebb karakteremem, és aha, várjunk csak, meginvájtolom saját magamat. És akkor itt vagyok a líder, és most akkor fogok nyitni valamit. Ból tudom fejleszteni 3 tiket. Fura, itt olyan nem laggol. Próbálom úgy, hogy lássátok. Nem beleérni. Két tiket, nagyon jó. Meg kell várni, amíg leesik. Stána lehet csak. Két tiket. Még egy tiket. 8 tiketnél járunk. Kezd csillogni, elég lassabban kezd csillogni. Vagy inkább többet. Több ideig. 10 pokó. Nem tudom, mit lehet fejleszteni. Ja, Frankre már alig kell, az biztos majd fogom. Bull, pokó, nita. Tök jó.